az idő az egy megfoghatatlan, egy láthatatlan, és ugye egy óvodás gyereknek a megfogható, a látható, a tapintható az, ami elsősorban könnyebben megérthető. A hónapok sorrendiségét, az évszakok sorrendiségét nem csak beszélünk róla, hanem látják. Nálunk is kint vannak a képek, hogyha kérdéssel kell neki válaszolni, akkor csak oda pislant és biztonságot ad. Tehát nem várja a külső megerősítést, hanem onnan lesi és tudja, hogy ő most jót mondott. Ti is tudtok olyan erősen fújni, mint az őszi szél ma reggel. Próbáljuk ki. Még egyszer. Ó, tényleg hideg ez az őszi szél. Nézzetek csak mennyi falevelet lefújt ide. Valamit be is takart az őszi szél a falevelekkel. Nézzétek csak az őszi kincses ládát. Nagyon-nagyon jól illeszkedik az óvodánk profiljához. A helyi nevelési tervünk a környezeti nevelésen alapul, és azon belül az ünnepek köré csoportosított hagyományápolás. És az időprojekt szellemisége nagyon-nagyon jól tükrözi ezt. Próbál egységet teremteni természet és ember között. A télnél itt van egy hópihés pulcsi. Addika, te is rakjad. Úgyni, mindenki lerakta a korongját? Jó. Mini csoportos első kérdése egy beszoktatós mini csoportosnak, hogy mikor jön értem az anyukám. És én úgy gondolom, hogy az eszközökkel, főleg a napszakos korongokkal, mi ezt nagyon jól el tudjuk nekik magyarázni, és amikor megkaptuk az eszközöket, akkor fel is raktuk mindjárt a mágneses táblára, és akkor ott van nekünk kint, és akkor mindig akkor meg tudjuk éppen nézni, hogy abban az időszakban hol tartunk, és mennyi idő, amíg a szüleik megérkeznek értük. Azzal foglalkozunk, ki mikor született, és ráállhatnak arra a hónapra, az adott hónapban, amikor születtek, és akkor, hogy ugye egy-egy adott hónapban több gyermek is van, ezáltal meg is számoljuk, hogy ki hányan születtek egy-egy hónapban. Az életkori sajátosságok miatt az általuk is felismerhető dolgokhoz nyúltunk inkább, tehát az évszakok jellemzői kerültek leginkább előtérbe, a hónapoknak a nevei, a hétnek a napjai, a napi rendi pontok. 10 órai előtt leülünk a beszélgetőkörbe, és akkor a táblákon jelezzük, ki az, aki hiányzik, ki az, aki aznap megérkezett. Jelölni szoktuk a heti táblán, hogy melyik nap milyen foglalkozásaink lesznek. Itt maradt most nekünk a tavasz, a nyár, most van ősz, és utána mi következik? Könnyen felkelthető vele a gyerekek figyelme, szívesen dolgoznak vele, nagyon szívesen veszik a kézbe, puhák, nagyon jó a tapintásuk, könnyen tisztán tarthatók. A gyerekeknek mindig nagyon tetszett, amikor ezeket az eszközöket elővettük, és hát most már abba gondolkodtam, hogy a játékba hogy lehet ezt beépíteni, és rájöttem, hogy bármilyen fejlesztő játékba lehet használni, beszédkészséget fejlesztő játékba tudjuk használni. Ősszel? Mert a Sünike mit csinál ősszel? Összeszedi. Így van. Az ennivalót. Motiválásra, ügyességi játékokban, figyelem fenntartására is kitűnően lehet alkalmazni, és mindenfajta fejlesztési tevékenységre. Tudjuk az azonosságokat keresni, nagyon jók a színek, tehát színazonosságokat találhatnak, formaazonosságokat, és megkönnyítjük a párosítás fogalmának a bevezetését is ezzel. Beléjük fog épülni gondolkodási szinten, hogy az időt mint kerek egészet szemléljék.